Mak Norbert, az ismert bátaszéki szakács is szerepet vállalt abban az akcióban, melynek keretében a szépkorúakat keresik fel az önkéntesek az önkormányzat megbízásából, és átadják a karácsonyi jó kívánságokat. Én ezt magam miatt csinálom, meg bátaszékért. Nekem bátaszék mindig is a szívem csücske volt. Tehát én akármerre jártam a világba, tényleg Amerikától Európáig, bármelyik országba, én mindig ide jöttem haza. És nekem ez a, ugye, amit megtehetünk, ez a legkevesebb, hogy most egy vendéglátós sajnos ráér, sajnos, és akkor ezeket a kihasználatlan időket próbálom erre fordítani, hogy segítsek a bátaszékieken. Az akciót a Bátaszékért Nonprofit Kft. Szervezte a gondozási központ együttműködésével. Csötönyi László igazgató azt mondta, nem ez az első alkalom, hogy a civilek segítik a város egy-egy kezdeményezését. Hál' Istennek vannak olyan emberek, akik mondjuk akár Bátaszék közéletében, társadalmi életében vagy kulturális életében mondjuk valamilyen szerepet vállalnak. És azt gondolom, hogy ez is egyfajta példamutatás, ez a magatartás és ez a fajta hozzáállás. És én örülnék szívből, hogyha mondjuk a jövő esztendőben több ilyen emberre is számíthatnánk, még a fiatalok a középiskolások mellett. Jó a kapcsolatunk az önkéntesekkel, a leendő önkéntesekkel, és leginkább középiskolásokra, mondjuk a helyi gimnazistákra számíthatunk, de Szekszárdról is többször előfordult már egyébként, hogy jelentkeztek hozzánk, és egy-egy rendezvényünk lebonyolításában segítettek. Most pedig a gondozási központ munkatársai találtak olyan önkénteseket, akik segítenek kihordani annak a körülbelül 850 főnek a karácsonyi ajándékát, amelyet személyesen nem tudunk átadni, mert hogy a 70 éven felüliek karácsonyi ünnepélye ebben az évben sajnos a járvány veszély miatt elmarad. Pedig ez minden esztendőben az idősek számára egy kiemelkedő esemény volt, de a vírusjárvány idén átírta a szokásokat ezen a téren is. Úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk megfeledkezni az időseinkről, ezért összedugtuk a fejünket, hogy hogyan is tudnánk egy kicsit megköszönni az elmúlt esztendők munkáját, illetve megköszönteni őket karácsony alkalmával, és arra gondoltunk, hogy néhány kedves karácsonyi sorral és egy apró ajándékkal meglepjük őket itt a karácsonyi készülődés közepette. Mintegy 850 fő körül van azoknak az időseknek a száma, akik már szépkorúak is betöltötték a 70 esztendőt. Nekik ezt a kis csomagot összeállítottuk, ezzel is szeretnénk nekik áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánni, hogy vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és bízva abba, hogy a jövő esztendőben már személyesen tudunk karácsony előtti küszülődésben találkozni. A mostani akció kapcsán Bozsolik Róbert arról is szót ejtett, a város életének szervezésében folyamatosan számíthatnak a civil szervezetek együttműködésére. Megkerestünk civil szervezeteket, illetve egyéneket, természetes személyeket, hogy legyenek a segítségünkre. Hála jó Istennek, van erő a bátaszékiekben, ünnepek környékén is, hogy segítséget tudjanak nyújtani. Most is első hívó szóra 6-8 bátaszéki vállalta, hogy segítségünkre van. De az adománygyűjtések és az adományok kiosztása kapcsán is tudunk támaszkodni a bátaszéki segítő szándékú emberekre. Néhány hét múlva ez is be fog következni, hiszen a rászorult családok számára fogjuk összeállítani azokat a csomagokat, és ott is számítunk az önkéntesek segítségére. Nagyon-nagyon fontos, hogy a civil szervezeteken keresztül kapjunk segítséget az ilyen akcióknak a megszervezéséhez, hiszen azért nálunk a kapacitás az most már egy kicsit kezd végessé válni, tehát nagyon-nagyon kell, hogy a bátaszéki civil szervezeteken keresztül a bátaszékiek bekapcsolódjanak az ilyen karitatív tevékenységbe. Tapasztalatú azt, hogy az egészségügyi helyzet miatt a közösségi érzést nem tudjuk átélni, hiszen nem tudunk rendezvényeket szervezni, nincsenek klubfoglalkozások, nincsenek események. Én azt tapasztalom, hogy egyébként ők egymás között azért tartják a kapcsolatot, tehát keresik egymást, ha kell, akkor telefonon, meg azért annyira nem vagyunk még beszorítva, hogy ne lehessen minimális személyes találkozást. Tehát próbálják egymással a kapcsolatot tartani, de hát nagyon-nagyon hiányoznak valóban azok az események, amelyek ezt a közösségi érzést át tudják adni az embereknek. Bízunk benne, hogy hamar túl leszünk rajta, és jövőre már lesznek ilyen eseményeink. Mak Norbert eközben rendületlenül hordja a leveleket, és közben tapasztalatokra is szert tesz. Nem is ismerem bátaszéket. Ezáltal
ezáltal ugye lesz lehetőségem megismerni. És egy tök jó túra az egész, úgyhogy mindenkinek. És akik megállítanak az utcán és megkérdezik tőlem, hogy mit csinálok, mert ugye ez elég tehát szembetűnő, és mindenkinek azt mondom, hogy nekik ugyanezt kéne tenniük. Tehát nekik ugyanennyi esetőségük van az egészhez. Úgyhogy hajrá, mindenki csinálja, és segítsünk az öregeken, és segítsünk Bátaszéken.